Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit! Ma egy távolságmérő tesztet fogok végrehajtani. A feleségemnek a zöld sárkányát fogom erre használni. Ez egy 31 fontos íj, 28 incses húzás hossznál. Lássuk, hogy mire képes egy fekete bég 31 fonttal. Fanyilveszőket fogok használni, amelyiket pont ehhez az íjhoz gyártott Monos József. 3 darabot, és Easton Powerflight veszőket. Lássuk, hogy melyikkel mit tudunk elérni. A lövéseket rögzíteni fogom ebben a kamerával is. Remélem, hogy jó lesz a minősége. Szeretném aláhúzni, hogy még nem próbálkoztam ilyen távlövéssel, úgyhogy ebben még most vesztem el a szüzességemet, nehéz találni olyan helyet, ahol legyen szabad, és nagy távolságra lehessen lőni, és ne legyenek állatok vagy emberek a környezetünkben. Hát ez egy olyan 100-as szerintem. Lássuk a karbonveszőket. Ohoho. Akkor induljunk el, lássuk, hogy mit is csináltunk. És ezt tudtam már az elején, hogy előttem. Egy kis. És 7 méter. Szóval ez 93 méter volt az első. Lássuk a többi nyilunkat. Zérozzuk le. És induljunk. Kettő, négy, öt. Mindegyik itt van. Látjátok őket? Na. A második faveszünk. A második faveszünk 122 méterre esett le. Lássuk, itt van a karbon veszünk, ez 127 méter, ez volt azt hiszem az első lövés. A következő 129 méter, ugyanúgy karbon vesző, és fa veszővel a legjobb eredményünk 133 méter. Haladunk, haladunk, haladunk. Körülbelül egy vonalban vagyunk. 139 méterre van a karbonveszőnk. 139 méter. Mondhatom úgy, hogy elégedett vagyok így első lövésre. 139 méter lett a legjobb lövés a karbonveszővel. A Powerflight-tal 139 méter. És nem utolsó sorban még elég jól jöttek ki a faveszőkkel is a lövések. Megismétlem az egészet, lássuk, hogy mit tudunk ebből kihozni jobbat. Meg volt az első lövés sorozat, eléggé jók az eredmények ahhoz képest, hogy első alkalommal történt ez a lövés. Próbáljuk meg még egyszer az egészet, kezdjük ugyanúgy a fapálcákkal. Már 100-nál van, nem volt a legjobb. Ez is.
na kezdjük a karbonvesszőket. Közeledünk a 100 méterhez, és innen már csak több jön. Lássuk csak, nullázzuk le, és akkor így ne, kezdjük a mérést. Az első fa veszünk 110 méter. Második fa veszünk, ahogy látjátok, 117 méter. Haladjunk. Itt van a harmadik nyílvesszőnk, fa 132 méter. Na most jön az igazi, lássuk a karbon. Hegyek hova mestek le. Hát, ez nagyon érdekes. Körülbelül, látjátok, egy vonalban vannak, ő van a legkicsit előbbre. 149 méter. Na, szóval a Powerfly-tal elértük a 139 métert. Valószínűleg lehet lőni még ennél többet is. Egyelőre ennyit tudtam kihozni ebből a Z-ből két próbálkozással. 12 nyílból. 149 méter volt a legjobb lövésünk. Elég messze van. Ott, ahol van a lovacska, körülbelül onnan lőttem. Úgyhogy ez jó. Persze egy kis turpisság volt a dologokban, mert a fanyilveszők nem 33 incs hosszúak, mint a karbon nyilveszők, de így is elég jó eredményt tudtam kiszedni belőlük. Körülbelül egy olyan 20 pár méter a különbség a kettő között. Tetszett a videó, ne felejtsetek el feliratkozni, jönnek újabb jászattal kapcsolatos videók is. Még van néhány ilyen, amit ugyanígy ki akarok próbálni távolságra. Lássuk, hogy mi lesz belőlük. Iratkozzatok fel, ahogy mondtam. Sziasztok!